Kedves közönségünk, kedves nézőink, szeretettel köszöntöm Önöket. Osztrák uralkodóként első, magyar királyként negyedik Károly, egy világháború kellős közepén lett király, és az osztrák-magyar monarchia szétesésekor szűnt meg uralkodói helyzete. A hatalomban igyekezett népei szenvedését enyhíteni, és kívánta a békeügyét is szolgálni, segíteni Mélyen vallásos ember volt. Isten iránt épp úgy felelősnek érezte magát, mint azok tekintetében, akik felken, akiknek felkent uralkodója volt. Ahogy ő fogalmazott, én másokért és nem magamért vagyok felelős. A Habsburg Történeti Intézet negyedik károly halálának 100. évfordulójának alkalmából előadásokkal emlékezik személyére és tevékenységére. Rendezvényünk első előadását Kovács Gergely posztulátor, okleveles posztulátor tartja. Hester Károly Király interaktív blogkönyv fiataloknak címmel. De pár szóban szeretném bemutatni először előadónkat. Kovács Gergely, történelem olasz szakos tanár, múzeumpedagógus, hitoktató, mentálhigiénész szakember és posztulátori oklevelét a Szent Javatási Ügyek Kongregációja szakmai továbbképzésén 2003-ban szerezte. 2012-től a Magyarországi Minszenti Alapítvány hivatalos képviselője és Minszenti Bíboros kanonizációs ügyének hazai felelőse. 2017 óta a Nemzetközi Károly Király Imaliga a Népek békéjét Magyar Referense. Közreműködött több magyar szentiavatási eljárásban is. Ezzel átadnám akkor a szót. Nagyon köszönöm a kedves bevezetőt, és nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülök, hogy ezt a könyvemtó előadást ilyen jeles alkalommal tarthatjuk, mert ugye itt COVID-1-2-3, karantén-1-2-3, tehát itt a könyvek kiállítások azok sokszor elsikadtak, vagy az online térbe kerültek, és Hát így végre offline, és együtt is, és a kamerán keresztül azért azok számára is, akik nem lehetnek itt. És azért is utalok erre, mert ennek, ami nagyon különleges könyvünk, könyvünknek, amit ki is tettünk az asztalra, tehát kézbe lehet majd venni az eladás után, ennek a hát Mincenti bíboroshoz kapcsolódik az előzménye, mert amit voltál kedves elmondani, hogy a Magyarországi Mincenti Alapítványnak és a Károly Király Imaligának is tevékenykedek személy szerint, és a munkatársaim is, és Hitti Gusztávot is említettük itt együtt, aki előző referense volt a Károly Király, még a Magyar Tagazotának, de hála Isten most is segíti a munkámat, együtt csináljuk és vezetjük ezt. Régi-régi tervünk volt, amit kicsit az élet hozott, kicsit a találkozási alkalmak, kicsit azok a felismerések, amikről most itt az előadás előtt szűkebb körben is beszélgettünk, hogy vajon mennyire van jelen Károly király a magyar közéletbe, vagy éppen a magyar egyházi életbe, és ugyanez igaz, mint Szenti Atyára, hogy mennyire széles körben ismerik, tisztelik, őrzik a lelki-szellemi örökségét, mennyire tanulunk abból az életpéldából, amit egyébként mindkettejüktől kaptunk. És ebből a szempontból nem véletlen, hogy felértékelődött a szemünkbe az, hogy minden olyan alkalmat megragadjunk, amikor a fiatal adódik találkozási lehetőség. Tehát, hogy a mincenti tisztelet fákjáját átadjuk a fiatal korosztálynak, és ugyanígy Károly király nagyon érdekes és nagyon jövőben mutató, modern, aktuális személyiségét megismerjük azokkal a fiatalokkal, egyébként elsősorban a, a korosztálya, akik minden látszat ellenére rendkívül nyitottak a valódi értékekre, a személyes vonatkozásokra. És így született meg elősz először a hashtag Mincenti interaktív blogkönyv fiataloknak, ami egy csapatmunka szintén nagyon jó könyves szakemberekkel, irodalmárokkal és a mi témánk jeles képviselőivel összefogva készítettük el ezt a kötetet, aminek az az izgalmas érdekessége, hogy ez nem egy klasszikus értelembe vett könyv. Maga a szerkesztés is mutatja. Kicsit úgy néz ki, mint régebben a telefonkönyvek, amiben ugye ilyen regiszterek vannak, ilyen fülek. Ikonok, színvilág, itt is látszik ez a kék lila színvilág, és a fejezetek sem fejezetek, hanem regiszterek, így neveztük. Olyan értelemben, hogy nem szükséges az elejétől a végéig elolvasni, hiszen ez a mai fiatal korosztály számára nem feltétlenül komfortos, hanem minden egyes fejezet, illetve minden egyes regiszter önmagában is megállja a helyét. Például rögtön az első az életút, az összefoglalja az életutat röviden és érdekesen. Csak zárójelben mondom el önöknek, hogy egy kis szakmát is belevigyünk, hogy, hogy ezt nem a kisújunkból szoptuk ki, hanem a szentelatási eljárásokban az a összesítő anyag, ami a nagyon terjedelmes szentetási aktákat egy kézbe vehető, asztalra tehető kötetbe foglalja, az pontosan ugyanígy néz ki. Az elején van egy úgynevezett információ rész, amely összefoglalja az egészet azok kedvéért, most ez zárójelben mondom, a kamera háthaddig kikapcsol, akik sokat szeretnek sziasztázni és beszélni, az olaszok pedig ilyenek. És tehát, hogy ez egy régi műfaj, nagyon gyakorlatos és praktikus műfaj, egyébként nagyon profi műfaj is, tehát most az előbb egy kicsit elvicceltem. Például a gyógyszerek törzskönyvezésénél pontosan ugyanezt a metódust használják. Csak úgy rápillantva ezekre a címekre. Én bevallom, szeretem a talányos címeket, úgyhogy az osztrák és magyar az inkább és magyar jelent, tehát ott például a magyar vonatkozásokat foglaltuk össze. A Gotter azt nem is, nem is, árulom el. A mindent elveszítve és a boldogok, az számomra nagyon kedves, mert éppen erről is beszélgettünk előtte, hogy, hogy mennyire volt sikertelen ez a mi Károly királyunk. És nagyon érdekes a 20 éves király, azt talán azt lehet mondani a kedvencem, mert nagyon nagyra értékelem az ő fiatal eszményeit, lelkesedését, amit belevitt, nem csak az uralkodásába, mert abban nem sokáig tudta belevinni, és nem is volt erre nagyon lehetősége, de a családi életébe, a hitéletébe, tehát gyakorlatilag az egész életébe viszont csodálatos módon belevitte, és ez nagyon-nagyon aktuális. Nem a polgárpukkasztát szolgálja ez a kép, egyébként szép is, hanem ö, egyrészt számomra is egy nagyon személyes és szép élményt idéz fel Kétnek és Williamnek azt a csodálatos házasságkötését, amit élőben sok millióan néztünk. Hát nem akarok itt elveszni a részletekbe, hogy fák voltak például az apátsági templomban, hát ez mondjuk csoda volt, tehát ilyen díszítést én előtte még az életemben nem láttam, de nem miatt hoztam ide, persze lehetne ez egy főhajtása az angol hagyománytisztelet és a modernizmus gyönyörű ötvöződése előtt, hanem azért hoztam ide, mert több ilyen vonatkozást belevettünk a könyvbe, ami modern, aktuális, fiatalos, és a mai fiatalok számára is ismerős lehet. Tehát, hogyha el akarják képzelni Károly királyt és Zitát, akkor nyugodtan nézzenek rájuk. Nyugodtan nézzenek az ő házasságkötésükre, az ő szerelminek tűnő házasságukra. Nyugodtan nézzenek rá az, arra a gyerme, gyermekháldásra, amiben most sorozatosan részesülnek, de maga ez a házasságkötés is. Ez a pillanat számomra az egyik csúcs volt, éppen az egyik tisztársának tiszteleg. Vil, és két közben picit. Fejet hajt. Csodálatos volt, hogy ott vonulnak ezen a, a londoni főúton. Tehát ezeket szándékosan vettük bele a könyvbe, mert a Szenteknek is az a legfontosabb az üzenetéből, ami aktuális, ami jelenvaló, és ebben egyébként a fiataloktól nagyon sokat tudunk tanulni, hogy tényleg mi értelme van ma. Mert önmagában csak úgy olvasgatni, meg elmélkedni ö, ö, dolgokon nem sok értelme van, viszont ami az életünkhöz, személyünkhöz, személyiségfejlődésünkhöz kapcsolódik, annak sok értelme van, és Károly királytól szerintem sok mindent tanulhatunk. Ez az én kedvenc képem róla. Egyrészt azért, mert civil, másrészt a tekintete, a szeme. Szóval nagyon-nagyon jól kidomborítja azt a személyiséget, ami. Számomra serdülőként nagy öröm volt, és nagy felfedezés. Én rá is, és mint szente atyára, serdülőkoromban találtam rá, és több olyan vonatkozás volt az életébe, ami esetleg hasonlatos volt az enyémhez, bár én nem a Habzúr család tagjaként születtem, hanem Kovács Gergelyként büszkén is vállalom ezt a nevet, de hogy mégis, ha az életútját nézzük bárkinek, legyen az király, császár, pápa, püspök, vagy szerzetes, vagy civil ember, ez egy nagyon szép hagyománya az egyházunknak, a katolikus egyháznak, hogy mi ezekből mind-mind tudunk valamit tanulni, példát venni, valamit, ami segíti a mi saját személyes életünket. Nem csak a képekkel és nem csak a tartalmakkal, hanem egy nagyon ügyes megoldással, a QR kódok segítségével Majdnem 200 olyan tartalmat tudtunk ötvözni ebbe a könyvbe, ami internetes online tartalom. Ráadásul ez is egy érdekes tapasztalata volt a könyv szerkesztésének, hogy sokkal többet, mint mint Szent esetében, pedig egyébként Károly királyról kevesebb minden van, úgy összességében, és sokkal változatosabbat. Hát ez egyrészt annak volt köszönhető, hogy mi már kicsit tapasztaltabbak voltunk, tehát hogy ez a második kötet ennek a sorozatnak egyébként tervezünk majd még. Másrészt annak is volt köszönhető, ami nekem mindenképpen tapasztalatom, lehet, hogy ez nem közös tapasztalat, lehet, hogy nem mindenki így érzi, így tapasztalja. Én lehet, hogy egy kicsit ilyen szemmondó burokban vagyok, de valahogy én azt érzem, hogy károly királyról sok minden van, sok minden van a YouTube-on, sok minden van a Facebookon, sok minden van bizonyos területeken, honlapokon. És én nagyon örülök ezeknek a morzsáknak, mert ezek valamilyen módon összeállnak. Most ebből én nagyon sokat mutathatnék önöknek, de nem akartam azért ezt így, mert egy előadás keretében ez azért nehezebb műfaj.

aminek az érdekessége az, és ez most utal a mostani századik évfordulóra is, hogy ez nem a Károly Királyi a központi honlapja, hanem az USA kanadai tagozat, ahol egy nagyon-nagyon lelkes tagozatvezető gondozza a Károly kultuszt, és hát a legprofibb honlapja nekik van. Tehát ilyen tartalmakat is, és ez pedig kicsit Feri előadását előkészítve, csak, csak úgy belepillantunk, mert hogy Károly királya nem csak előadásokon, nem csak megemlékezéseken, szoborállításokon foglalkozunk, hanem fantasztikus kiállítások is voltak az utóbbi években, és hát ami nekem egy óriási személyes öröm volt, Feri majd biztos beszél erről többet, hogy a koronázásnak azt a sok gyönyörű epizódját, gyönyörű emlékét, gyönyörű képanyagát, hanganyagát ezt például itt csodálatosan fel lehetett dolgozni, és időrendi kronológiába állítani. Tehát az elejétől a végéig élvezhető ezen a restaurált felvételen, nem csak nekünk, magyaroknak, akik ezeknek egy nagyon különleges dolog az utolsó magyar királykoronázást így látni, de külföldieknek és a fiataloknak is belekóstolni ebbe az osztrák-magyar monarchiának és a magyar királyságnak ebbe az egyik utolsó nagy ünnepébe. Még egy pillanatra belekeverek, hát meglepetésként, hogy mit látunk. Hát itt a vendégeket, az jó lenne a főszereplőket, azért legalább egy pillanatra. Na, itt az eskütétel, ami ugye, hát ezt nem akarom előre, hogy ugye kisütött a nap. Az Ita Királynét csak azért tettem ide, mert hogy az utóbbi években a Károly anyagok örvendetesen gazdagodnak, zita anyagokkal is, hiszen 2009-ben elindult Zita királyné boldoggá és szentevetási eljárása is, és most már ez mondhatjuk, hogy párhuzamosan zajlik. Persze Károly királyé már félúton, hiszen a boldoggávatás az az első nagy siker, Zita királyné folyamatban. És itt Magyarországon is a Károly király imaliga mellett szerveződik a Zita ima egyesület, nagyon-nagyon ügyesen, közösségileg, személyesen, ez egy egyházi egyesület lesz. Kis imakörök, női körök szerveződnek, Úgyhogy szép ez, ha ez majd bennünket indít arra, hogy meg férfiköröket szervezzünk, mert ennek is a nagyon fontos aktualitása van. Hát ebbe is csak úgy belepillantunk, itt a gyerekkori képek, ó, aztán a nagyon szép menyasszonyi, fiatalkori képek, itt éppen, de jó, hogy pont ide jutottunk. Ezt is nagyon szeretem. Nagyon gazdag a képanyag, ami róluk megmaradt. És az a szép, hogy itt Magyarországon is nagyon sok mindent őrzünk, de Bécsben is, és világszerte is. Hát így teljesen bele tudunk pillantani az ő életükbe. És ez volt a célunk a, a kötetben is, hogy átélhető legyen. Károly király örökségéről, ha beszélünk, akkor ez a mostani századik évforduló, ez hát apropót ad arra, hogy visszatekintsünk 1922. április 1 ami azért hát persze egy nagyon szomorú pillanat, itt maradt, ez a nyolc árva, hát közülük a nyolcadik még akkor meg se született, ugye utószülöttnek nevezzük a legkisebb Erzsébetet. És ugye április elsője Károly király halála, a spanyolnáthában tudjuk, ami szintén egy átélhető most a Covid járványok idején, és hát döbbenetes is az első világháború után, és pont őt, a békevágyó uralkodót érte el a háború után ez a szörnyű járvány. És itt két olyan tárgyi emlék, amint az Imaliga őriz, ezért tettem oda az Imaliga logóját is, a, és a jelmondatát, ez oráció, egy imádság és elégtétel. Ez az a rózsafüzér, amit Szent Tizedik Pius pápától a mennyegzőjükre kaptak ajándékba. Károly egy feketét, Zita egy fehéret, ez a régi hagyomány, ma is így van egyébként, a Szent Atyák így ajándékoznak, rózsafüzért nekem is van, ez nagyon szeretettel őrzöm. És ő ezt egész életében magánál magánáltartotta, használta, és ezzel is temették el. Úgyhogy ez a boldogavatáskor került elő a sírból. 2004-ben felnyitották a koporsóját, ugye erekéket is vettek ki a testből, illetve ezt a rózsafüzért is kiemelték. És hát a halotti maszk is egy, egy, ma már talán picit furcsa, de ha ránézünk erre, hogy milyen békés, milyen nyugodt, milyen szép arc, akkor megértjük, hogy régen ez fontos volt ennek a pillanatnak a megörökítése. És ez a pillanat, ez azért is fontos, mert a boldogás szentevetási eljárásokban is az égi születés pillanata, mert hogy inkább így szeretjük emlegetni, nem úgy, mint halál, az azért fontos, mert az annak a tiszteletnek az elindulása, nulla pontja, úgy is lehetne mondani. Persze nagyon fontos az életében való tisztelete, de a temetés, a halál pillanata az nagyon sok mindent megmutat arról, hogy milyen öröksége van az illetőnek. Szoktuk mondani bizonyos temetésről, hogy egy szenteknek kiáró temetést kapott, zárójelben mondom, hogy én voltam egy ilyen Ozsvári Csaba hitvalló ötvös művésznek a temetésén, én ezt éltem át. Ha megnézzünk egy olasz tudósítást, ott is láthatjuk, hogy sokszor milyen eufória van jelen egy temetésen, például taps, tapsvihar. Tehát a temetés az a boldogás szentetási gyakorlatban egy fontos pillanat, amit vizsgálnunk is kell egyébként külön, és az is nagyon érdekes, hogy a régi szabályok szerint ez ma már nem így van, Régen rögtön a halál után lehetett tenni lépéseket a szentevatás érdekében, ez két dolgot jelentett, hogyha egyházmegyei szinten bevezették, akkor rögtön megejtették a tanuki hallgatásokat, tehát hogy nehogy meghalljon valaki a közvetlen szemtanúk közül. A másik akkor volt egy olyan érdekes szokás is, hogy összegyűjtötték jeles személyiségnek az, és személyiségek aláírásait, hogy ők pártolják a boldogás szentivatást. Na, Károly esetében ilyen nem volt, mert hát ugye egy teljesen lehetetlen történelmi helyzetről beszélünk, ott van Madeirán. Madeira szentként tekintett már akkor rá, egyébként az érkezése után is, és ma is. Most a héten is, mert hogy a héten lesznek a centenáriumi rendezvények Madeirán. De hát Európa, hát a hír is lassan érkezett meg, és hát itt is azért nagyon olyanok voltak a történelmi körülmények, hogy csak nagyon-nagyon lassan bontakozhatott ez ki. Most nem sokára lesz századik évfordulója az Imaliga 1925-ös ausztriai egyházi bejegyzésének, és aztán nagyon érdekes az, és egy történelmi érdekesség, hogy az Imaliga elköteleződött Ausztria függetlensége és a náci Németország propagandája ellen, és a náci Németország megszállása ellen, ami azt jelenti, hogy az Imaliga nem csak egy hitvalló tevékenységet folytatott, hanem egy történelmi ellenálló érdeme is vannak. Egyébként ezért üldözték is az Ausztria-Német megszállása idején. Úgyhogy az nagyon megakasztotta az imaliga fejlődését, bontakozását, de a második világháború után egy nagy lendület, következett, és ennek két nagyon fontos eredménye volt. Az egyik, hogy 1949-ben egyébként egy magyar, Magyari Gyula posztulátor közvetítésével elkezdődhetett a boldogás Szentevetási Eljárás Egyházmegyei szinten. A másik, hogy az Imaliga pedig elkezdett bontakozni nem csak az osztrák-magyar monarchia egykori területein, hanem Európában, sőt világszerte. Nagyon sok tagozat alakult. És ebben az összefüggésben szeretnék egy picit beszélni arról, hogy hogy ez a kultusz, ez hogyan alakult Madeirán, hogyan alakult a monarchia utadállamaiban, és hogyan alakult világszerte. Igazából, hát ez persze egy nagyon nagy és gazdag téma lenne. Én csak én címszavakba szeretném, mert szerintem nagyon érdekes. És jó ezt így őszintén és nyíltan kimondani, mert nagyon tanulságos is, meg ugyan, hogy úgy hogy kialakul utána a kép. Madeira számára ő egy nagyon-nagyon-nagyon neves vendég volt. Olyas valaki, aki azon a szigeten talán még soha nem járt. Ugye ez egy nagyon eldugott kis sziget, külön kormányzóság, ma is nagyon gyenge szálakkal kapcsolódik Portugáliához. Persze, hát elhelyezkedéséből, mindenből kifolyólag a társadalma is egy kicsit olyan arhaikus lehetett, tehát nekik az, hogy egy császár király érkezik a szigetre, ez már önmagában óriási szenzáció volt. És az, ahogy tapasztalták az ő életkörülményeiket, a gyerekekkel, akik ugye megérkeztek, és utána pedig a halálát, ez ott az egyszerű nép körében nagyon természetesen adta azt az érzést és gondolatot, hogy ez egy szent volt ez a Károly és ők így ápolták a sírját. Nagyon szép, hogy ugye egy oldalkápolnába temették el, de nem a padozat alá, hanem látható módon, és aztán szépen lassan az egész kápolnát az ő tiszteletek köré alakították, és ma is az egyik legkülönlegesebb idézelbe koporsó erekjeoltár erekje oltár, az az oldalkápolna, ami egyébként tele van magyar szalagokkal is. Számomra nagyon érdekes az osztrák-magyar monarchia utódállamaiba való tisztelet alakulása, mert ez ugye elég kettős majd a magyarnál visszatérok a Habsburg ellenes megközelítése, ami persze ennek egy nagy kerékötője volt, de, hanem inkább itt azt szeretném hangsúlyozni, hogy például Ausztriában nagyon hozzá kapcsolódott a legitimizmus. És ez azért, és nem is csak a legitimizmus, hanem a, a tradicionális egyházi liturgia. És ezt azért szeretném mindenképp megemlíteni, mert persze ezek is nagyon fontos hagyományok és örökségek, de például Károly király boldogás szentedás eljárását ez egyáltalán nem segítette. Azért nem segítettem, mert egy boldogavatás nem ezekről a témákról szól. Tehát nem, arról, nem az államforma témájáról szól, és nem is feltétlenül a hitéleti stílusunkra, hogy ez egy konzervatívabb, vagy egy modernebb, újabb. A boldogás szentetási eljárás az életszentségről szól az ő esetében, és nem másról. És ezért nagyon izgalmas, hogy ez hogy alakul, hogy ez kezdetben ez a, ez a legitimista és tradicionalista Károly tisztelet, ez hogyan alakul, hogyan bővül. Ezt én nagyon fontosnak tartom, mert ez egy nagy áldás volt arra, hogy az 1980-as években a boldogás szentehatási eljárás egy nagy új lendületet kapjon, és ebben nagyon sokat segítettek a nemzetközi tagozatok. Zárójelben mondom, hogy Csehországban is viszonylag jó emléke maradt. Ezt a boldogálatáskor tapasztalhattuk meg nagyon, hogy még Ausztriában nagyon hát ilyen polemizáló hangok jelentek meg a boldogatás kapcsán. A cseh egyház nagy örömmel fogadta Károly király boldogavatását, és ehhez csatlakozik a magyar egyház is, mert a magyar egyház is bíboros atya képviselte a magyar egyházat a boldogavatás során, és azóta is azért sorra vannak azok a Károly tisztelő kultuszhelyek, és azok a rendezvények, események, megemlékezések, ami azt mutatja, hogy Károly király emléke jelen van a katolikus egyház közösségi életében. Ennek most egy nagyon szép megnyilvánulása lesz, hogy a húsvétra megjelenő magyar misekönyv, ebbe az új boldogok saját imái is bekerülnek, és az új boldogok között ott van boldog Károly király. A magyarországi tisztelettel kapcsolatban és nem véletlenül tettem ide a, gyönyörű magyar uralkodói portréja mellé, számomra a kedvenc, mert nagyon jól van fényképezve, ugye nagyon nehéz volt fényképezni, mert a Szent Korona nagy, ha szemből fényképezzük, nagyon furcsa a fején, így, hogy egy picit elfordítja a fejét, így viszont olyan, mintha rákészült volna. Tudjuk, hogy miért nagy, nem is akarok ebbe belemenni, hát a Feri még beszél is róla. Nekem egy érdekesség, ha erre tudsz választ adni, ezt egyszer, a valaki nekem megmondja, hogy miért hagyták a palást alatt azt a, azt a, nagy mentét, vagy mi az, az a huszártábornoki, mert hogy az te egy kicsit olyan, olyan asszimetrikussá és furcsává teszi az egyik vállát. Én biztos levettem volna, mert hát ott a palást az, ami ugye rá... És itt akkor még egy ilyen személyes dolgot hagy. Tudom, biztos nem lehet levenni, tehát az a hivatalos. Igen, igen, ezt... Meg lehet, hogy jobb tartása van. Igen, egy személyes élményt hagyóztak meg, én sokáig a Nemzeti Múzeumban dolgoztam, és hát így a koronázási palástot is nap mint nap láttam, láthattam, meg még a Szent Koronát is, mikor még ott volt a parlament szállítás előtt, vezettem is még tárlatvezetőként. És nagyon jó volt a resturátokkal beszélgetni, hogy amikor ők látták ezeket a képeket, hogy mondjuk ott lovagol a koronázási palást, hát így fogták a fejüket, tehát a mai műtárgyvédelmi szempontokat, ez, ez nagyon nem. De hát ugye az ő idejében még úgy őrizték például a palástot, hogy azt évente kétszer szellőztették. Mert hogy a textilnek kell, hogy frissen maradjon. De nem véletlenül tettem mellé a Habsburg címert, egyébként gyönyörű is, én, én nagyon szeretem a címertant, és ez egy gyönyörű annak a kornak nagyon-nagyon szép a, a, a címer nem csak az államoké, hanem a családi címeradományozások is. Egy nagyon-nagyon szép virágzó korszaka ez a, hát az osztrák-magyar heraldikának. De azért tettem mellé, mert egy, egy friss élményemet gondoltam, hogy hát ha, ha máshol nem, hát a Habzúr intézet körében ezt mindenképpen el kell mesélnem, mert számomra nagyon tanulságos volt. Az utolsó pillanatban, hála Isten, meg tudtam nézni ezt a horvát-magyar kiállítást, a Nemzeti Múzeumban, csodálatos volt, aki látta, hihetetlenül gazdag, és egy nagyon izgalmas beszélgetésben volt részünk, részben horvát vendégekkel, részben horvát történben jártas szakemberekkel, részben Herman Robert történéssel. És föltettem egy kérdést, ami engem régen, régen, régen mocorgatott, hogy hálásak-e nekünk a horvátok, hogy a 800 éves együttélés során megőrizhették a nemzetiségüket, és átmenthették az államiságukat. Ugye ez persze egy kicsit ilyen magyar perspektívás kérdés, de azért ezt szerettem volna egyszer egy hozzáértőnek feltenni, mert hát azért ez, én nem szeretem, ha csak magyar szempontból nézzük a dolgokat, de ez valahogy nagyon a szívembe volt. És azt válaszolta, hogy igen, ezt egyre inkább értékelik és becsülik. És erre valaki megjegyezte a, a nézősorokból, hogy de akkor ugyanezt elmondhatjuk a abzurgokra is. És hát ő ezt egy ilyen fricskának szánta, én meg rögtön megosztottam ezt az előadókkal, hogy mondom, na akkor nézzük ezt meg Habzúr vonatkozásban. És nagyon érdekes választ kaptam. Hogy döbbenetes az, hogy mi magyarok többségünkben, hát én nem, de azért most így szolidáris vagyok, a 1848 60 4567 Ebben a néhány éves perspektívában ítéljük meg a habzurgokat, meg a habzurgokkal való együttélésünket, ahelyett, hogy mi is elgondolkodnánk azon, hogy mire mentünk volna a törökökkel egyedül, és hogy a magyar nemzetiség, a magyar államiság, és mennyi minden átmenthetődött, és lett végül is egy olyan közép-európai távlat és kitekintés, és egy olyan család, amit persze, hát voltak ilyen és olyan tagjai, hát mint ahogy mi nyáljunk, mi magunkban is a jó és a rossz bennünk van, és ugyanígy ez jelen van ebben néhány évszázadban, de hogy talán így is érdemes ránézni a Habsburg családra. És ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert Károly király tiszteletével kapcsolatban én ezzel találkozom nap mint nap, hogy tehát vagy szereti valaki, értékeli, figyeli, kíváncsi a személyiségére, vagy pedig azt mondja, hogy Habsburg, és teljesen elzárkózik. És direkt nem mondtam jelzőt, csak hogy ne borzoljuk a kedélyeket, de tudtam volna. Időnként kell törölnünk ilyen kommenteket, mert na mindegy. És itt a magyar szempontoknál azt még szerettem volna mindenképpen behozni, hogy mert nekem ez egy nagyon izgalmas személyes kutatási tapasztalatom volt, hogy én amikor az első könyvemet írtam Károly királyról, akkor igazából két fő forrásom volt. Az egyik a szentévatási aktáiból az a bizonyos pozíció, amit már említettem, még ilyen vastag, nem hoztam el, mert túl nagy, de egyszer már A másik pedig ugye a magyar szakirodalmat néztem át, és hát ez egy csodálatos tapasztalat volt, hogy a két világháború közti, hát nem a kormányzói berkekből született, hanem az egyéni kezdeményezésből született személyes visszaemlékezések Mennyire gazdagok Károly királyjal kapcsolatban. Fantasztikus gazdagság. Ugye, ezek a memoárok, ezek a visszaemlékezések, és ez is egy nagyon szép tapasztalat, hogy a közvetlen munkatársai milyen-milyen pozitív képet őriztek róla, a hozzájuk való viszonyulásáról, egyáltalán a személyiségéről, és ez a boldogás szentetés ügyekben nagyon-nagyon fontos. És hát így jutunk el, persze nagy lépésekben haladva, hogy... hogy a boldogás szentevatásnak ahhoz a folyamatához, ami mondjuk, hogy a második szakasza az ő boldogás szentevatási ügyének, az elsőt lehet úgy szakaszolni, hogy 1949-től az 1980-as évek közepéig ez volt mondjuk az első szakasza. El kell mondanom, hogy itt nagyon-nagyon sok kérdés merült föl, történelmi kérdés, amit tisztázni kellett, ezért például a történészi fejezetei a boldogálatási aktáknak nagyon gazdagok. De csak így zárójelben elmondom, hogy egyébként nagyon nagy butaságok is fölmerültek, mert például volt olyan vád ellene, hogy viszonyt folytatott egy orosz származású hölgyel, például ezt is ki kellett vizsgálni, hát aztán kiderült, hogy ő egy nagy hazudozó, aki mindenféle ilyen dinasztikus férfiakkal szereti magát egy lapon emlegetni. Hát persze szó sem volt ilyenről, de hát egy boldogás, szenthetes eljárással ezeket is meg kell vizsgálni. A 80-as évek azért nagyon fontosak, mert ugye akkor már egy olyan, Pápa ült Szentpértel trónján, aki nem véletlenül lett Károl, hiszen a keresztnevét az édesapjától éppen Károly király miatt kapta, az ő iránti tiszteletét miatt az édesapjának. De ami ennél persze fontosabb, mert ez nem így megy, hogy II. János Pál Pápa adta ki azt a megújított szentetetási törvénykezést, ami jelentősen leegyszerűsítette a boldogás szentetetások rendjét, megőrizte annak a komolyságát és mélységét, de ugyanakkor szóval jobban, tehát ez egy mai embernek jobban kézreálló folyamat, új postulátort is kapott az eljárás, és akkor gyorsult fel nagyon. Még hozzá tartozik így az ilyen belső információkhoz, most már ez nem titok, hogy akkor a Szentvatási Kongregációnak egy olyan főrelátora volt, egy nagyon-nagyon tekintélyes szerzetes pap, aki nagyon-nagyon jól ismerte és szerette a közép-európai népek történelmét. Ez is segített. Hogy mennyire segített, én, mikor a posztulátori kurzust végeztem, az még a boldogáltás előtti években volt. Nagyon érdekes tapasztalat volt az, hogy hát most gondoljanak bele, több mint négyezer ügy fekszik a kongregáció asztalán. Tehát ilyen szempontból nagyon érdekes az, amikor egy-egy ügy érdekessé válik. Tehát van benne valami különleges, van benne valami egyedi, nem csak egy sorozatnak egyik. És például ezt én is megtapasztalhattam, hogy az oktatás során Károly király szóba jött. Tehát például ezt az előbbi történetet, ezt én a kurzuson hallottam. Ami azt jelenti, hogy a kongregáció szakemberei, szakértői, ez több-több kör egyébként, hogy a körükben ismerté vált Károly király boldogatási eljárása, hogy az milyen érdekes. A személyiség, a kor, a történelmi vonatkozások. És ez is segít egy boldoggás szentivatási eljárás előre haladásában. És hát 2004. október 3. ez a csodálatos ünnep, akikkel együtt élhettük ezt át, tudják, hogy hát ez egy életre szóló felejthetetlen ünnep volt nekünk, magyaroknak is. De a nemzetközi jellege is óriási nagy élmény volt. Egy momentumot csak, ha tudok csak egyet, akkor, mert éppen emlegettük referenstársamat Hitti Gustávot, aki jó kapcsolatokat alakított ki a svájci gárdával, és előkészítették, megbeszélték, hogy magyar huszárok bevonulhassanak lóháton a Szentpéter térre, és éppen mondták, hogy ott már évtizedek óta ló nem járt azon a gyönyörű Szentpéter téren, és egy szép attrakció volt, de nem csak emiatt volt, hanem, hogy nagyon-nagyon mély és bensőséges volt ez az ünnep. Mi már napkeltekor kimentünk, emlékszem, ez egy nagyon élénk, és ugye nagyon vártuk azt a pillanatot, ami minden boldogávatásnak egy nagyon ünnepi pillanat, hogy leleplezzék az úgynevezett standard standardképet. Ugye ez egy nagyon régi hagyomány az egyház boldogávatási gyakorlatába, hogy egy ilyen, hát egy idézőjelben ikont készítenek a frissen boldog és azt ünnepélyesen leleplezik. Régen ugye bent a bazilikában volt a szertartás, tehát bent is volt kép, meg kint is volt kép, tehát egyszer leleplezték le, sőt több kép volt, mert régen a csodákat is megjelenítették ilyen gyönyörű standard képeken, és ezeket kézzel festették. Ma már egy standard kép van, de az mindig izgalmas, hogy éppen milyen. Károly király esetében ugye a császári öltözetben ábrázolták, ez bevalom nekem egy picit kurucos érzéseimet, nem annyira, de azzal tudtam magamat megnyugtatni, hogy nem véletlenül lett ez a kép. Nem azért, mert ausztriai császárként akarták ábrázolni, meg különböző egy békevágy uralkodó katonai uniformisba, tehát én azon gondolkodtam, hogy nem, én ezért szeretem azt a civilképet. De aztán kiderült, hogy miért, és egyébként nagyon-nagyon szép, hogy a postuláció tekintettel volt arra, hogy ez a kép volt Habzurgottó asztalán mindig. Tehát ez, ez egy nagyon fontos, mert nagyon szép ez, hogy az a habsburgottó aki egy annyira modern, tekintélyes és bölcs politikus lett, egy, egy, egy minden tekintetben elsőrangú, tapasztalt, tehát mindent el lehet mondani, hogy ő hogyan értékelte az édesapját. És erre én azért tekintek nagyon bensőségesen vissza, mert nagyon-nagyon nagy megtiszteltetésként ott az első könyvemet ő egy, elő, ő egy előszóval megtisztelte, sőt ott a boldogálvatás kapcsán találkozhatunk, és dedikálta is a könyvemet nekem, és ez megvan, nagyon becses emlék. És nagyon szép, amit ebbe az előszóba ír, hogy nagyon sokszor csúszunk abba a félreértésbe, abba a hibába aktuális napjainkban, hogy ö, azt képzeljük, hogy a történelem az hadvezérek, meg meg háborúskodó uralkodók, meg háborúskodó diktátoroknak a története. Nem. A történelem az emberek és közösségek története, és hogy egy uralkodónak az értékét nem az jelzi, hogy milyen sikereket ért el a harcmezőn, hanem az jelzi, hogy mennyire tudott nyugodt, békés életet teremteni a rábízottak számára. És Károly királynak ez volt a legfontosabb, és Habsburgotó ezért őrizte olyan életre szólóan meghatározó emlékén, az ő édesapjának nem csak a személyes, hanem az uralkodói örökségét is. Úgyhogy ezért végül nagyon megszerettem én ezt a képet. És hogy a boldogáltás mennyire-mennyire nagy áldás volt itt Magyarországon is, azt mutatják a, a Károly Ereke elhelyezések, majdnem 20 helyen, 20 helyre került pici Csonci és ezek pici kis kultuszhelyekké váltak és a központi kultuszhely pedig a Szent István Bazilikában alakult ki, ami azért nagyon érdekes, és azért szerettem volna megmutatni a képét, mert ez a világ legnagyobb Károly király érekéje, amit itt látunk. Ez egy majdnem 10 cm széles bordacsont darab, mert hogy Károly király boldogatása előtt, mikor felnyitották a sírt, akkor két bordacsontot emeltek ki a testéből, ami viszonylag jól ilyen, hát ilyen félig mumifikálódott állapotban maradt meg. És olyan gondviselésszerű volt, hogy ilyen csontcilánkok kerültek mindenhova, Rómába és Bécsbe is csak egy ilyen körülbelül ekkora bordacsondarab. Mi viszont az utolsóként nyújtottuk be a kérésünket, hogy Budapest, hát Budapestre kell, hogy kerüljön a Mátyás templomba és a Szent István bazilikába, és hát idézőjelbe ez maradt ez maradt nekünk, a legnagyobb, a legszebb, a legkülönlegesebb. Érik Inga még megvizsgáltam, nagyon jó állapotban van. És akkor így lett, hogy egy csodálatos, ma már nagyon ritka hermát készíthettünk Károly király számára. Ezzel a magyaros bajust viselettel, a Szent Istvánrend gallériával, aminek ott a a mell részén, a szívnél, ott van ez az erekjefészek, és benne ez a gyönyörű nagy bordacsont darab. A Mátyás templomban is egy szép erekje került, és központja két mellékoltára. A másik része pedig a Magyar Egyház szükségleteit szolgálja, tehát ez a Esztergom Budapesti Főegyház megye erekje tárában van, éppen azért, hogyha a 20-nál több helyre kérnek majd, akkor mindenhova legyen. Mert ez nagyon fontos, nagyon régi hagyomány, nagyon régi szokás. És én azt tapasztaltam, hogy a boldogavatás nagyon megtermékenyítette az itthoni közönséget is. Nekem szép emlék, hogy két kiadást is megért az első könyvem, de hogy utána is lehetne jobb, lehetne mélyebb, lehetne dinamikusabb, intenzívebb, de hogy mindig van valami. Most ezzel a centenáriummal foglalkozunk, nemrég a visszatérési kísérletekkel foglalkoztunk, azelőtt a koronázás évfordulójával, mindig van valami Istennek hála, tehát azért úgy csak-csak megidézzük az ő emlékét. És hát itt a, a azért pillancsunk bele, hogy egy kicsit a könyvet és a QR kódokat is megidézzük. Ezek a Szentpéter bazilika harangjai, amik ugye a pápa választást is hirdetni szokták. Itt a díszvendégek, vendégek köztük Habsburgottó, és hát ha még János pápát látjuk, bár akkor ő már azért nagyon-nagyon gyengén volt. Itt van, igen nagyon fontosnak tartom azt, amit most ezután szeretnék elmondani, persze lehet, hogy ennek vannak szubjektív elemei, de hogy én miért tartom nagyon fontosnak Károly király örökségét, és ezt azért is szeretném úgy kiemeltem bemutatni, mert hogy a boldogás szentetásokban ez a fontos. Tehát, hogy mit üzem ma, milyen példát jelent ma, mi az, amit az örökségéből tovább vihetünk, a 20. századból a 21. századba. És olyan szín, nagyon tetszik nekem ez a kép, ez ugye a Madeira-i hegyi boldogasszony templom, ahol nyugszik, és ez a nagyon érdekes szobor, ami innen egy nagyon modern szobornak néz ki, a másik oldalról nem annyira, de nekem innen tetszik, mert itt ugye az arándokok megfogdossák a kezét. És olyan, mintha így hívogatna bennünket. És arra gondoltam, hogy ez, akkor ilyen, ez is lett ugye az előadásnak a háttérképe. És Tudom jól, hogy ha itt most megkérdezném önöket, hogy mivel kezdenénk az őrökségének a, csak így a rápillantását, akkor biztos mindenki a személyiségére gondolna, a család életére gondolna. Fogok erről is már pár szót mondani, de én az uralkodó örökségével gondoltam kezdeni. Mert a másik, majd meg. a, a másik nagyon kedves kiadványunk, ami most a centenárium emlékét fogja hirdetni a Magyar Nemzeti Múzeummal közösen egy gyönyörű album, és ehhez ifja Bertény Iván írta a bevezetőt, a történeti bevezetőt, és Erdő Péter bíboros atya az előszót. És nagyon-nagyon örültem annak, hogy Bertény Iván pont azzal foglalkozott ebben a bevezetőjében, hogy uralkodóként Károlynak milyen lehetőségei lettek volna, illetve voltak, ezzel hogy tudott sáfárkodni? Volt-e egyáltalán esélye arra, hogy megmentse az osztrák-magyar monarchiát? De nagyon egyszerűen azt is mondhatnánk, hogy tudott volna-e sikeresebben, ügyesebben uralkodni. És ahogy Habzurgottót is idéztem, a, ennek a, a szumája, ennek a bevezetőnek lehet vele vitatkozni, lehet vele egyetérteni, hogy az az örökség, amit Ferenc József halálakor Károly király átvett, ez egy menthetetlen örökség volt egy kezelhetetlen örökség, sokkal nagyobb tapasztalattal, sokkal nagyobb ügyességgel, politikai tehetséggel, vagy bármivel megáldott uralkodó se tudta volna megmenteni ezt az osztrák-magyar monarchiát, annyira a lejtőn volt már, és annyira a megsemmisülés felé, vagy hát is a szétbomlás felé. A temetés szertartásáról viszont, hát azoknak, akik ezt átélhettük Habzurgottó temetésén, vagy esetleg Zita királyné temetésén, tudjuk, hogy milyen szívbemarkoló, és milyen egyszerre milyen fenséges, és itt ugye Ferenc József temetésén egy nagy különlegesség volt az, hogy ottól nem hátul valahol a dadussal vagy otthon, hanem a szülei között volt fehér ruhában, és hihetetlen ez a kontraszt, és azért hihetetlen az a remény is, ami azért kísérte az ő fiatal uralkodásának kezdetét, mert azért biz, akkor még biztos nagyon sokakban volt meg az a bizalom, ami hát végül 1918-ban nem tűnt reálisnak. Szép ez a két képer, ugye a baloldali az az eredeti fotó, a jobb oldali meg egy ilyen eléggé túretusált, de nagyon ilyen szimbolikus képeslapábrázolással vált. Szerettem volna két pápát, hármat is lehetett volna idebe tenni, hogy lássunk két nagyon szép portrén, ami szintén a könyvben szerepel, mert hogy Károly király neveltetésével kapcsolatban most itt sokat lehetne beszélni a magántanárairól, a magyar tanulásáról, a magyar irodalmi történelmi műveltségéről, a prágai és a bécsi egyetemi képzéséről, de én csak erre szeretnék utalni, hogy ő 13. Leo, Szent 10. Piusz és 15. Benedek pápa, a két utóbbi látható a képen, az ő tanításukból nagyon-nagyon sokat merített. Tehát a szociális érzékenysége, a mindenek feletti szociális érzékenysége, a demokratikus változások iránti nyitottsága nagyon-nagyon-nagyon fontos volt, és hát leginkább is persze a békevágya, a béketörekvése, ami ha csak ez lenne, szerintem ez már önmagában óriási értéket jelentene. 15. Benedek pápának. Nem véletlenül mondjuk, és nem túlzás, és nem legenda, hogy az egyetlen felelős pozícióban lévő európai állami vezető volt, aki meghallotta a békefelhívásait, aki ezt komolyan vette, sőt, ő maga is tett ezért. Lehet ezt kritizálni, hogy így kellett volna, vagy úgy, vagy jobban, vagy kevésbé. Azt gondolom, hogy mindent tőle telhetőt megtett, és ennél többet nem nagyon lehet magunktól elvárni. Ezt olyan szépen mondja habzurgottó egy másik tanúságtételében édesapjáról, hogy ha megtettük a amit tőle tennünk, akkor akkor lelkiismereti nyugodtsággal léphetünk az Úristen elé. És ez a békevágyához most megint csak az aktualitása miatt, hogy itt is a béke mellett tudjunk egy kis hitvallást tenni, ezért hoztam ezt a két képet, mert hogy olyan szép, hogy az egyiken Ferences barátokkal találkozik, és nézzük meg a tekintetét. A másikon pedig ugye az ortodox hívekkel Galiciában két nagyon-nagyon hangulatos kép, egy picit hagyom, mert hogy igazából csak ennek a békevágyának és a béketörekvésének az illusztrálására választottam, hogy ne éppen ennek szereplőit nézzük, úgyis ismerjük, vagy ne a kudarcát, ami hát sajnos az első világháborút nem tudta korábban és kevésbé nagy vesztességgel lezárni. És hát itt következik most az a másik nagyon fontos csomag a hűséges családi életének a lelki-szellemi öröksége, amit nem lehet máshol kezdeni, mint az ő gyerekkorában. És itt azt nagyon fontos hangsúlyozni, a szentekkel kapcsolatban az egy, mindig egy nagy kerülőút és tévút, hogyha idealizáljuk őket, őket és körülményeiket. Mert akkor biztos, hogy nem személyesen őrizzük és ápoljuk az emléküket. Károly királynál is nagyon fontos, a szüleinek a kényszerházassága, az édesapjának a kicsapongó és hűtlen élete, az édesanyjának az a, az a ö, eltúlzott és, ö, és fanatikus vallásgyakorlása, ami kirekesztette az ő személyes és érzelmi életéből a fiúgyermekeit, ezzel nagyon-nagyon nehéz terhet rakva Károly király vállára. Nem véletlen ez a szentetási aktákban is szerepel, hogy Károly királynak gyerekként egy külön saját kis világa volt, kis játék, játék, személyiségek saját külön nyelve teremtett magának egy otthont, ami neki nem adatott meg gyerekként. És ez egy nagyon fontos örökség, azért tartom semmiképpen nem kihagyhatónak, mert ebben a legszebb, hogy ez két dolgot eredményezhet. Vagy nagyon-nagyon megkeseredünk, és egy traumatik, traumatizált, és a valóságot sokszor nagyon-nagyon nehezen és kevéssé átélt életet élhetünk, ez az egyik út, de a másik út, hogy ez kinyithatja a szívünket mások felé. Lehetünk együttérzőbbek, megértőbbek, tehát fölemelhetnek minket ezek a traumák. És Károly király életében ez valósult meg. Ezért olyan fantasztikus örökség, mert egy nagyon jó példa számunkra. De hát persze, ami nagyon fontos, hogy ez meg is találta a társat az életben. Ezt, nagyon szeretem ezt a képet, ahogy Zitával sétálnak itt többet, több ilyen kedvenc képet válogattam be, ami a könyvben is szerepel, és tudjuk, hogy hát persze a szépsége, de amellett a vallásossága, ami megfogta Károlyt, tehát ők nagyon-nagyon osztoztak az értékrendjükben, nagyon osztoztak a vallási életükben, a család szeretetükben. A család szeretetükben. Tehát, hogy közös volt az a legalapvetőbb életcéljuk, és ezt meg is tudták maguk között is, és aztán a gyerekekkel együtt valósítani. Ez egy egyedülálló kép, ez az egy maradt meg, a házasságkötés bent a templomba, hát ugye ott gondolom nem voltak ideálisak a fényképezési lehetőségek. Ez pedig a legjobb esküvői kép, a legszebb, legélesebb, a gyönyörű tündöklő napsütésbe. Zitának ez a nagyon-nagyon virágos, gyönyörű ruhája. Hát ezeket csak. És hát nem véletlenül teszem ennek a végére a Mária Celli kegyképet, ugye nem a kegyszobrot, hanem a kegyképet a magyar vonatkozása miatt is, de azért, mert ugye ők magukat és házasságukat a Szűzanyának ajánlották föl, milyen szép most pár nappal azután, hogy a Szent Ukrajnát és Oroszországot is Szűzmáriának felajánlotta. Ugye még a jegyűrűkbe is egy Mária Foházt vésettek. Tehát nekik ez egy nagyon nagy öröm és vigasztalás volt. És hát ez a kedvenc képem róluk. És itt azért azt mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy ez a fajta egymáshoz való hozzáállás, ez a fajta mentalitás, a szerelemnek és a házasságnak és a szentségi házasságnak ez a fajta megélése, ez az ő korukban teljességgel, és az ő társadalmi helyzetükben teljességgel egyedülálló volt. Az, hogy a maga szoptatta a gyermekeit, és hogyha hazament, ment vele Károly, az, hogy Se szeri, se száma ezeknek a példáknak, hogy ugye bejöhetett a tárgyalásokra, hozzászólhatott, ugye ebből mindenféle rágalmak is születtek. Ez azt mutatja, hogy Károly király valódi társnak tekintette Zitát. Zita egyébként okos volt, tehát nagyon jó tanácsokat is tudott Károlynak adni. De amit én a legfontosabbnak tartok, hogy például ezzel megelőzték korukat a nők egyenjogúsága szempontjából is. Tehát, hogy ez nem is volt kérdés közöttük. Tehát Hát ez mi ez, hanem egy nagyon modern, előremutató és napjainkban is még mindig aktuális kérdés, amiben ők gyönyörű példát mutatnak. Direkt hagytam, be, ez jó az a kép. Hát ez meg a sok gyerekes kép közül, hát ez a kedvencem, ahogy itt megöleli őt valamelyik, nem is tudom, hogy melyikük, de lehet, hogy ez még a kis Otto, de lehet, hogy később számzetési kép. Nagyon szeretem ezt a képet is. És ezt pedig azért szerettem volna megmutatni, mert Valamit itt nem szoktunk észrevenni ezen a képen. Jó, hát nagyon aranyos otto Ottóval viccelnek a tisztelgésen, Zita is nagyon élvezi, de mi van Károly király az uralkodó kezében? Ottónak a kalapja. Mikor tudtuk volna ezt elképzelni Ferenc József esetében, hogy Rudolf kalapját ő tartja a kezébe? Ő a császár és király. Soha az életbe. Tehát ez a kép számomra mindent elmond róluk. Mindent. A gyerekének a kalapja ott van a kezében. Ne elfér az egy uralkodói kézbe. Nagyon-nagyon szeretem ezt a képet. És hát a vég is szép, a maga nemében mindenképpen, vagy a, a, hogy ha a kapucnis kriptában nem is, de a Murikolostor kis kápolnájában ott nyugszik Károly Zita szíve együtt. Ha már ez a régi szokás volt, hogy a szíveket külön temetik el, legalább a szívük legyen együtt. És a harmadik, hát idézőjelbe, csomag, vagy inkább örökség, ez már így a kicsit így a befejezésnek is a része hogy az ő felelős közösségi élete az nagyon összekapcsolódott a hitéletével. Nem véletlen, hogy a koronázás számára egy nagy felszentelődés volt, a békére és az igazságosságra tett eskü az nagyon a szívéből fakadt, erről majd Feri fog beszélni mindjárt. És nekem ez egy kicsit stilizált ez a kép, én mégis ezt szeretem legjobban, mert fantasztikus, hogy Csernok János Herceglimás ott, mintha térdelve, ilyen, atya ilyen teszi a fejére a Szent Koronát, és hogy Károly király tartja a kezét. Számomra ez, ez, egy, ez egy csodálatos kép a nem úgy utolsó magyar királyról, mintha utolsó lenne, mert olyan szép, hogy az utolsó Habsburg uralkodó az az első szentélyavatott Habsburg uralkodó lett. Most még csak boldoggá, de kanonizált uralkodó. Az első a Habsburg családból. És a Szent Korona képét csak azért teszem ide, mert a mostani albumnak is ez került a címlapjára, azt mindjárt meg is mutatom, nekem az egyik kedvenc ábrázásom, mert szemből mutatja, ott nagyon jól látszanak, nagyon jól látszik sok minden. És itt csak arra akartam utalni, itt röviden, hogy a, a hitélete olyannyira átjárta a közösségi felelősségvállalását, hogy például a Magyar Korona visszaszerzése neki semmiképpen nem érte meg egy polgárháború árát, pedig a második visszatérési kísérlet alkalmával lett volna esélyük ez az album, de ezt már mutattam, hiszen itt vagyunk ebben a gyönyörű centenáriumban. Végre sikerült angol és olaszul egy olyan kis életrajzot is kiadnunk a Velár kiadóval, ez egy nagyon híres kék sorozat, amiben jelöltek, boldogok, szentek vannak, és milyen jó, hogy itt a magyar királyról tudunk ebbe beszélni, és ez eljut majd nagyon sok nem magyar tisztelőjéhez is. És hát ami pedig nagy örömöm, hogy ha jó Isten segítem ezt, akkor fogom elhinni, ha majd ott leszek, akkor holnap után utazom Madeirára, és részt ezeken a gyönyörű centenáriumi rendezvényeken, ahova biztos, hogy elviszem az önök vágyait, kéréseit, és az imádságomba, akikkel együtt szeretjük Károly királyt, oda viszem majd a síriához, magyar szalaggal persze, egyetemben. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és át is adom a helyet Feri neked. Nagyon szépen köszönjük Kovács Gergének ezt a megható előadást, és mai eseményünk következő előadója Macó Ferenc történész lesz. Egy pár szóban szeretném az ő eddigi szakmai tevékenységét is bemutatni önöknek. Macó Ferenc 2002 és 2009 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen történelem és művészet történet szakokon tanult, majd 2010 és 2015 között az ELTE történelemtudományi doktori iskolájának művelődés történet programjában vett részt. 2012 óta az MTA Lendület Szent Korona kutatócsoportjának tagja, és kutatási területe az utolsó magyar királykoronázás története, melyről önálló monográfiája jelent meg 2016-ban. Mostani előadásának címe az utolsó magyar királykoronázása. Át is adnám a szót Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindenek előtt szeretném megköszönni a Habsburg Történet Intézetnek, illetve Görög professzor úrnak, hogy ma eltek és önöknek előadást tarthatok. Egy zivataros időben került a trónra, és reflektálva Gergely előadására, ugye, hogy hogyan került. Nem e, számítottak ugye születésekor, hogy ő trónörökös lesz. E, Ferenc József egyébként ha fogalmazhatok így, élete során öt trónörököst fogyasztott el, és nem hiába, hogy amikor ugye 1916. december, november 30-án Ferenc Józsefet eltemették, Ottót is a gyászmenetben kvázi szerepeltették, egyszerűen ezzel is azt jelezték, hogy ami ugye a Habsburg dinasztiában addig oly sok gondot okozott a trónutódlás, az most egyelőre biztosítva volt abban a per pillanatban. Rögtön kezdenénk az, ugye, hogy 1916. november 21-én 9 óra 5 perckor Ferenc József lehunyta a szemét, erre már tulajdonképpen az udvari környezetben számítani lehetett, Ugye elég idős volt, már egy, egy megfázástól is számítottak arról, hogy esetleg a halál az bekövetkezik, de ez ugye 16. november, november 21-én következett be, és Ekkorra már az udvari környezet ott volt, Károlyt is, Zitát is oda rendelték, és a halál után történt Ferenc Józsefnek egy, ugye, egy olyan esemény, hogy a halottas szobából melletti terembe átvonultak, és akkor a császár és királyi ház külügyminisztere, ugye az osztrák-magyar monarchiának a közös külügyminisztere, Burján István Báró, látszik egyébként ott középen Károly előtt, egy kis asztal volt letéve, egy feszülettel, gyertyákkal, és burján háromszor meghajolt Károly előtt, és ünnepélyesen felszólította, illetve megkérdezte, hogy a ráhámozott trónt azt óhatja átvenni. Tehát ez a trón átvétele. Ugye az osztrák örökös tartományokban nem volt császárá való koronázás, hanem az elhunyt uralkodó elhunytától kezdve az automatikusan ráháramlott a következő uralkodóra. Ellenben ugye magyar viszonylatban ez nem így működött. Ott kellett úgymond koronázásnak lenni. Sokan Gróf Tisza István magyar miniszterelnöknek a hozzáállását, hogy már másnap, tehát november 22-én elutazott Bécsbe, és kieszközölt Károlytól egy audenciát, ahol tulajdonképpen megkérte, követelte, nem tudjuk, viszonyítás kérdése, hogy honnan nézzük. Sokan úgy gondolták, hogy tiszteletlensége, elvégre még ugye az elhunyt uralkodó még a halottaságyon van, és akkor rögtön ezzel fordulnak az új uralkodóhoz, az ifjú Károlyhoz, és itt is csak megint azt tudom hangsúlyozni, viszonyítás kérdés, hogy honnan nézzük. Tisza, mint magyar miniszterelnök, neki be kellett egyszerűen a magyar érdekeket pozícionálnia. Ezt csak úgy tudta elérni, hogyha Károlyhoz elmegy, és kéri azt, hogy koronáztassa meg magát. És így adta ki tulajdonképpen ugye azt a nyilatkozatot, Károly egy kéziratban, amiben jelezte azt, hogy átveszi az uralkodást. Ez azért is volt fontos, mert ugye a birodalom hadban állt. Tehát a, a lakosság nagy része az a frontvonalakon volt, ugye katona férfiak, és őket is ugye föl kellett esketni az új uralkodóra. Másrészt magyar szempontból ugye kérték a koronázást. Károly ebbe is ugye be, beleegyezett, hogy mielőbb ö, megkoronáztassa magát. Mik voltak ennek ugye a feltételei? Hát egyrészt törvényeleg is előírták ugye második József halála után, hogy az elhunyt uralkodótól számítva fél éven belül a következőnek meg kell koronáztatnia magát. Illetve, ami a, talán ebben a mi esetünkben Károly esetében nagyon fontos, hogy a törvényeket csak a megkoronázott uralkodó szentesíthet. És Károly esetében ugye, hogy azért tartották meg még 16-ban a koronázást, hogy a költségvetés, tehát az elő, a következő évi költségvetés el legyen fogadva, egyszerűen ugye háború idején vagyunk minden egyes pénzre szükség van, és elő kellett ugye ezt irányozni. Nos, abból a szempontból, hogy a, már a korszakban is a jogtudósok között nem volt teljes egyetértés, hogy most a király a, miért szükséges hozzá, valaki úgy látta a törvények szentesítése miatt, valamelyik jogtudós viszont úgy látta, hogy csak ezzel teljesedik be a királyi méltóság. Viszont ami a mi esetünkben nagyon fontos, hogy a magyar politikai elit bizalmát Károly csak úgy nyerhette el, hogyha megkoronáztatja magát, illetve a magyar közvélemény is ezt óhajtotta. Nem az volt a kérdés, hogy lesz-e koronázás, hanem az, hogy mikor. És rögtön ugye, ahogy Károly szavát adta, hogy megkoronáztatja magát, Tisza István miniszterelnök az országgyűlés elé terjesztette, és létrehozott az országgyűlés egy olyan bizottságot, amelynek azt a nevet adták, ugye, hogy koronázási ünnepét rendező bizottság. 1916. december 1-én alakult meg hivatalosan. Tehát rögtön, ugye csütörtökön, november 30-án eltemették Ferenc Józsefet, másnap már megalakították a koronázási ünnepét rendező bizottságot, elnökévé Jékelfalusi Zoltán nevezték ki. Őről a manapság nem sokat tudunk. A korszakban ő volt tulajdonképpen az országgyűlésnek, illetve a parlamentnek ugye a rendezvényszervezője, nem tudok jobb szót rá mondani. Ő bonyolította le például, Rákóczi, illetve társainak a hangainak a hazahozatalát és az újra temetését. Tehát ez a procedúra is ugye hozzákötődött, illetve még a millennium idején is már foglalkozott különféle ilyen országos rendezvényekkel. Maga a koronázási ünnepét rendező bizottság négy nagy részre oszlott. Forgalmi rendészeti tribűjegyeket kiosztó, illetve művészeti és műszaki Mondanom sem kell, hogy ezek közül tulajdonképpen kettőt tudunk mai szempontból megemlíteni, ami ennyire fontos volt. Tehát a művészet és műszaki, egyrészt ugye az egésznek a lebonyolítását, megrendezését, a látványt nekik kellett összekomponálni, illetve a rendészeti, amiről viszonylag keveset tudunk, biztonságpolitikai okokból háború közepette vagyunk, a korszakban nem volt ritka az, ugye, hogy politikusokat megölnek. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy ezek 1916 őszén uh, merényletet követtek el az osztrák miniszterelnök ellen is. Illetve, uh, ha a Habsburg családot nézzük, ugye Erzsébet királynét is uh, megölték. És uh, magáról a művészet és Műszaki Albizottságról egy picit mesélnék ugye, hogy ők döntötték el, hogy maga a koronázás hol legyen. Egyértelmű volt az, hogy a Mátyás templomban, az akkori nevén ugye a koronázó főtemplomban lesz maga a koronázás szertartása. Miért? Hát egyrészt, mert Ferenc Józsefet itt koronázták meg, illetve Ferenc József későbbiekben ugye javaslatára, illetve óhajára, illetve a magyarok részéről is volt egy, ugye, egy óhaj, hogy legyen egy, ilyen, egy nemzeti főtemplom. És ugye azt átépítették Sulek Frigyesék, és itt fogják ugye megkoronázni. Maga a helyszíntet, ha a királyi palotától nézzük a templomig, nagyjából egy kilométer, de ugye egy elég szűk terület. És több részre kellett ezt az egész útvonalat osztani, egyszerűen biztonságpolitikai okokból, illetve olyan okokból, hogy egy hónap állt a megrendezésére. Sokáig a dátum kapcsán voltak olyan elképzelések, hogy karácsonykor vagy karácsony előtt koronázzák meg, de arra. A legjobb tudomásom szerint egyszerűen időhiánya miatt nem kerülhetett sor. Háború idején vagyunk, mindenféle anyag beszerzése rettentő nagy időigény volt, valamikor lehetetlen feladat, és nem egyszer rekvirálni kellett, különféle szöveteket majd nézzük. És a, ha vár területét nézzük, négy fő helyszínen zajlott maga a koronázás egyrészt ugye a királyi palotánál, a Szent György téren előtte, a másik fő rész az pedig ugye a templom, illetve a templom előtti tér. Na most maga a templom mal mit csinálnak, tulajdonképpen az egész padozatot fölszedik, és tribünöket fognak beleépíteni. Ez a korszakban ez egy teljesen bevett szokás volt, tehát ha megnéztük például különféle, ha már ugye Gergely említette így az angol esküvőt, az angol koronázásoknál is a Westminster apátságot, ha úgy van, átalakítják. Egyszerűen sokkal praktikusabb, több sorban ugye el tudják helyezni a résztvevőket. Maga ugye a Mátyás templom, vagy Nagyboldogasszony templom viszont nem egy nagy templom, tehát viszonylag szűk belülről, és így is, hogyha tribünöket építettek, nagyjából 1200 férő helyre tudtak csak számítani, tehát magyarul a befogadó képessége az nagyon korlátozott volt. Bánfi Miklós tervezi meg a művészgárdájával a belső dekorációt, és mindent vörösbe fognak így borítani, vörös bársonyjal borítják be. Itt egyébként a templom főhajójában elhelyezett még a megkoronázatlan királyi párnak a trónusát látjuk. És mi, inspirálta magát a dekorációt, illetve ugye a művészi munkálatokat? Itt látnunk kell egy ilyen generációs különbséget. Akik ugye a templomot tervezték, illetve a freskókat, azok még historizáló, eklektikus stílusban alkották meg. Viszont Bánfi egy teljesen új művészgárdával fog dolgozni. Itt már a szecessziónak, az avantgárd mozgalmaknak a megjelenése is nyomon követhető, és ők döntenek arról, hogy legegyszerűbb az, hogyha vörös bársonyba vonjuk be a templomot. Külön megjegyezném, hogy ugye Sulek Frigyes, aki a templomot ugye megalkotta, ez ellen nagyon ki volt kelve, de nem tudott mit csinálni. Mégpedig azért, mert maga a vörös szín az, az tulajdonképpen az államnak is a színe. Tehát ha meghalt egy király, letekarták feketével, de utána az állam szempontjából ugye tovább kellett menni, és akkor már vörös színt fognak használni. És uh, már a, a középkorban vannak rá utalások, hogy koronázásokra a templom belsőt átalakították, illetve különféle drapériákkal vonták be, és ha megnézzük, uh, itt a főoltárnál is történik valami, ide egy hatalmas sátrat uh, álmodtak meg, és uh, maga a megalkotásnál, ugye, hogy hogyan apostrofálták, vagy nevezték őket a, az alkotók, ezt hatalmas kunsátornak nevezték. Mindig visszaköszön a történelmi múltra való utalás, illetve a középkorra való utalás. Ha az oszlopfőknek a felső részét megnézzük, oda is a magyar történelmre utaló címereket helyeznek el, illetve a korábbi Uralkodó, magyar uralkodó dinasztiáknak a címerei szerepelnek rajta. A következő, ami nagyon fontos helyszín volt, maga a Szent Háromság tér, mert a király itt tette le az esküt. Eredetileg az esküt a Halászbástyán szerette volna Bánfi, hogy ott tegye le, mert akkor az úgy kör, volna ugye a templom, illetve a bástya, és akkor ott a Dunaparton lévők ránézhetnek, illetve a pesti oldal, viszont ezt biztonságpolitikai okokból ezt elvetették. Így született az meg, hogy akkor közel legyen magához ugye a templomhoz, és adta magát tulajdonképpen a helyszín és a szobor. pedig azért mondom a helyszín, illetve a szobor, mert a nem volt más lehetőség, és a szobor egy megfelelő hátteret biztosított magához az eskünek, az eskühöz. Tulajdonképpen csak annyit csinálnak a szoborral, hogy a talapzatához betonból egy emelvényt építenek, itt látszik egyébként, és az a kő az nem más szolgált, az uralkodó az eskütétel alatt arra állt föl, hogy mindenki jobban lássa. A következő fontos így a helyszín tekintetében a koronázási domb. Ferenc József koronázásától kezdve egy nagyon szép hagyomány alakult ki, ugye, hogy az ország vármegyéből, illetve fontosabb helyéről hordták össze a koronázási dombot, jelképezve is ugye ezzel magát az országot, illetve hogy az uralkodó az egész országot megvédi. És itt is egyébként ugye a történelmi szimbolika, illetve emlékezett kultúra köszön vissza, hogy ho honnan szállították bele a földet. Nagyon fontosak a magyar múltnak az emlékei, nagyon sok középkori helyről származott, Muhicsata helyszínéről, de ha a koraújkort nézem, például Hevesvár megye, Alispánya, Gárdonyi Gézát kérte föl arra, hogy jelölje ki azt a helyet az Egrivár területén, ahonnan legjobban érdemes földet küldeni magába ugye a domba. De megjelenik már mellette ilyen aktuálpolitikai, illetve Mindenkit érintő dolog is, hogy a világháború helyszíneiről, ahol ugye a birodalomért áldozták az életüket az alattvalók, már ez is belekerül, és az emlékezetpolitikának ugye a része lesz de megemlíthetem, hogy spontán földküldés is történt, mégpedig Görgei Artúrnak a sógornője, Görgei Artúrnak a kedvenc fája alól Visegrádról küldött egy adag földet, és ezt is betették a koronázási domba. És maga, ugye, ami még így díszítés szempontjából fontos volt, az az útvonal. Itt egyébként orosz hadifoglyokat is látunk ott fönt, akiket alkalmaztak a munkálatok során, és mindeközben a nép. Tehát mondhatjuk azt, ugye, hogy tisztességgel Bécs eltemette Ferenc Józsefet, Budapest november 30 ig meggyászolta, de november 30-a után az egész időszak az egy eufórikus időszaknak tudom nevezni, december 30-ig, mert az egész város a koronázás lázában égett. És ez csak erősítette, tetiszte azt, hogy Károly úgy lépett trónra, hogy ő mindent meg fog azért követni, ugye, hogy a békét, a mielőbbi békét elhozza. És erre ugye szándéka is volt, illetve lépéseket is tett. És ez a kettő így összeadódott, és a népben tény és való, egy ilyen örömhangulat, nagyon pozitív életérzés volt. Miket csináltak? Például a Szirárdi szalomban elkezdték ugye felújítani a különféle díszöltözeteket, díszmagyarokat, Zita királynénak is majd itt varják ugye a ruháját. A városban megjelentek az olyan hirdetések, hogy koronázási szőrméket lehet venni, tisztítatni lehet koronázásra, ékszereket, kocsit, lovat, bármit, amit gondol az ember, ugye, tehát háború idején vagyunk, a pénzre nagy szüksége volt mindenkinek, de volt olyan, hogy biztosítást lehetett kötni koronázási ékszerekre, tehát ha elmegy az, elment az illető mondjuk magyarban vagy egy püspök a koronázásra, és ha ne Isten elhagyta valamelyik ékszerét, akkor ö, arra ö, tudtak biztosítást kötni. Éppenséggel szüksége lett volna egy erdélyi püspöknek erre, mert a keresztjének a láncát elhagyta. És mik jelennek meg a városban? Mindenféle olyan tárgy, ami a koronázáshoz, vagy az eljövendő eseményhez kapcsolódik, és itt megjegyezném, ugye, hogy mindig ugye, ezek jótékony célral árulták őket. Például a hadsegélyező hivatal adta ki ezt a kis jelvényt ugye a koronázásra, és ezt a katonák árulták. Itt ahogy a képen is ugye látszik, és nagyon sok kelt el egyébként ebből a porcelán kis kitűzőből, és kedvelt volt magában így a korszakban. Mindeközben a politikusok mivel foglalkoznak? Ugye magával a hitlevél és az eskü megszövelkezésével ez kicsit úgy hátrébb szorul, de viszont ha politikai szempontból nézem, ez a legfontosabb. Maga a hitlevél az egy alkotmánybiztosító dokumentum, amiben ugye az új uralkodó, Esküttesz, hogy az országnak az alkotmányát, bevett szokásait megtartja, országot megőrzi, stb. A másik ilyen fontos dolog maga a nádor helyettes választás. Ugye a polgári áramban ez egy ilyen anakronizmus, hogy miért kell nádorra szükség, de viszont szóval a magyar kora, királykoronázásoknál elengedhetetlen résztvevője, ugye a kortól kezdve. És maga ugye a kormánypárt és az ellenzék is véremenő vitákba megy abba, hogy ki legyen a Nádor helyettes. 1867-ben adott volt, tehát politikai konzenszus volt arról, hogy nem más, mint Gróf András Gyula. 1916-ban ez nem így volt, mert Tisza Istvánt nem állt mögötte akkora támogatottság az egész közvéleményt nézve. Másrészt ugye az ellenzék nagyon gyűlölte, nagyon utálta, és ők értelemszerűen egy másik jelöltet állítanak, József Ágost főherceg személyében, és ez is ugye így eléggé a feszültségeket borzolta. Nem hiába, hogy ilyen karikatúrák jelentek meg a különféle vicclapokban, például így a bolond istokban, hogy a megrészegült Tisza, ugye van egy felirata is, hogy maga a Pestő, amit isz, az a nádor helyettesség, és kettő alakot látunk ugye ott az ablakban, az egyik a két ellenfele, az egyik Aponyi Albert, a másik pedig ifjabb Andrási Gyula. És egy jutunk el odáig, hogy nagy politikai viták után, de azért végül is ugye a Tisza párti többség keresztül viszi, elfogadják, ő lesz a nádor helyettes, és akkor ugye hogy a királyi pár megérkezése. És ezzel veszi tulajdonképpen maga az egész koronázási ünnepség sorozat a kezdetét, nem csak maga ugye a koronázás, hanem maga a kezdet, amikor meg, megérkezik az uralkodó, egy ünnepélyes bevonulása van, és Mit látunk ekkor Budapesten? Magát, az egész várost, illetve az útvonalat feldíszítették, iskoláknak a diákságát kivezényelték, tehát nem csak katonák álltak sorfalat, hanem a diákok is, és feldíszítették az útvonalat. Itt például ugye a Lánchíd díszítését dekorációját látjuk, ilyen korabeli színezett fényképen, itt a nyugati pályaudvarnak az oldalsó részét, és idehoztam ezt a képet, ami alapvetően egy nagyon rossz kép, de viszont annyira érdekes, hogy ma már elképzelhetetlen lenne, hogy egyrészt ilyen tömeg várja az odaérkező közszereplőt, illetve hogyha megnézzük a felső részen is, ugye azon az RK karzati részén a pályaudvarnak is oda is engedtek föl embereket, ami ma szintén elképzelhetetlen lenne. A nyugati pálya érkezett be az uralkodói vonat, ott egyébként egy díszes fogadtatása volt a pályaudvaron, ezen megjelent ugye Tisza István miniszterelnök, a Budapest főpolgármestere főpolgár, Bárci István, illetve az ő kislánya, aki Zita királynénak egy gyöngyvirág csokrot adott át, és ez a gyöngyvirág csokor egyébként ugye itt a pont így a lábán áll, ahogy ugye beültek a hintóba, látszódik. Későbbiekben Zita királyné ennek a kislánynak, Bárci kislánynak Megköszönte egy január folyamán küldött neki egy pár aranyfülbevalót és zébetűt formázott a fülbevaló. Sajnos maga a kislány tekintetében sem, hogy Berta vagy Ilona nem vagyunk tisztában. Nem tudjuk, egyes források így emlékeznek vissza mások úgy, illetve én a így felvettem a kapcsolatot, már ők nem tudták megmondani és a családnak sem maradt már meg a tulajdonában a, a fülbevaló. És megérkezik ugye a koronázásra a szülőkkel Otto Trón örökös is itt a nevelőjével, őt egyébként, tehát itt megint egy olyan érdekes dolog, hogy Otto fogja egyébként magát a pályaudvart először elhagyni egy zárt kocsiban, és őket, őt rögtön ugye a várba viszik. Viszont a szülőket egy díszfogatba ültetik be, és úgy vonulnak föl ugye Budapesten, ott a Károly körúton, és a Ránc hígy felé való, ott akkor a Fürdő nevezték, és arra való úton keresztül mentek föl magába, ugye a budai részre és a várba. És este 6 órakor történt meg tulajdonképpen a koronázási hitlevélnek az átadása az uralkodónak. Itt látjuk ugye ennek az első oldalát, és itt is már rögtön történik egy baki. Míg pedig a Károly ugye egy ünnepélye a beszédre, amelyet Csernó János hercegprímás tartott, egy ünnepélyes választ kellett volna adni, ami le volt a Károlynak írva, de viszont a lakosztályában hagyták, és ő ezt észrevette, elkezdett feszengeni, jelezték a főszántsegédének, hogy menjen érte, de amíg ugye elér, meg visszahozza. Tisza miniszterelnök is észrevette, hogy Károly már nagyon feszeng és tekingett kifelé a trónusról, és ő odaszólt Csernok primásnak, hogy még a beszédet folytassa. És ekkor írták már azt a lapok, hogy amikor már a primás kifogyott a beszédből, meg a mondani valóból, akkor már össze-vissza anekdotázott és színát összehordott. De végül is megmentette az egész dolgot az, hogy Lopkovics szentsegét visszajött, és Károly elmondhatta ugye a válaszát. És de a következő nap, december 28-án mi történt? Hát egyrészt az országgyűlés küldöttsége Otto T. Zitát éltette egy olyan esemény miatt, ami megint Károlynak és Zitának a hozzáállását mutatja. Például előző nap, amikor ugye a hitlevelet akarták átadni, akkor a magyarországi főudvar nagy Széchenyi Mikrós Gróf a sajtót teljes egészében ki akarta zárni nem is vehettek volna ugye részt rajta a véleménye szerint, ezért például fénykép sem született úgy róla. Ebből rettentő nagy felháborodás született, és csak Zita közbenjárására engedte be a sajtó képviselőit a trónterembe, hogy részt vehessenek ugye magának a hitlevél átadásán. És másnap az országgyűlés küldöttsége megjelent ugye Zita előtt, egyrészt ezt is megköszönte neki, illetve hivatalosan ekkor kérték fel arra, hogy ő is koronáztassa meg magát, egyszerre ugye az uralkodóval. És ekkor történik az 28-án, hogy átadják a különféle díszruhákat. Egyrészt a magyar nők nevében Augusta Főhercegnő átadta a Zsirárdi szalomban készített 18. századi minták alapján készített díszruhát, másrészt a Benc Gyula által Ottónak készített kis díszöltözetet, ma egyébként mindegy, mind a kettő a Kunsthistorisches Múzeumban, Bécsben található, és Károly ugye miben szerepelt magán a koronázáson. Egyébként ez nem egy jó kép, de az egyik legszebb szerintem. Még pedig jól mutatja azt, hogy Károly magyar huszártábornoki egyenruhában volt, és ezt viselte a koronázáson. Miért? Hát egyrészt a 19. században ugye a politikusok nagy része, államfők nagy része mindig katonaruhában jelent meg legalábbis a nyilvánosság előtt, másrészt pedig már Ferenc Józsefet is így, 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 koronázták meg, harmadrészt pedig ugye, hogy a különféle saruk, köntösök, azok mind, amik a magyar királykoronázásnak a kellékei voltak, megsemmisültek. És itt említeni meg, ugye, hogy Zitát is meg fogják koronázni, mégpedig nem mással, mint Erzsébet királynénak készített úgynevezett házi koronával. Ily, maga a korona egyébként 1918-ban elkallódott, és csak ez az egy képet ismerem így kifejezetten közelről róla. És itt is már ugye egy hagyományteremtési szándék figyelhető meg. Zita ezt a koronát fogja viselni. Zita, amikor megteszi az ünnepi öltéseket a palásnál. ugye hagyomány volt, hogy a mindenkori magyar uralkodónak a neje a gizellára utalva öltéseket végez a paláston, ez Zita is december 28-án este meg fogja tenni, és azt a, a tű vagy varrókészletet fogja használni, amelyet Erzsébet királyné használt. Így eljutunk december 29-ére, amikor is magának a, a koronázásnak a fő próbája zajlott délelőtt folyamán a, a várban, a fő templomban, és például a visszaemlékezések szerint ez egy nagyon kedélyes... Ö, ö, cselekmény volt. Az uralkodó pár jókat mosolygott és nevetett egy-egy püspökön, akik mondjuk elfelejtették a szövegüket, vagy annyira izgultak már magán ezen az eseményen is, hogy dadogtak. Itt egyébként azt a képet vágtam be, hoztam, amit Ferdinánd Bolgárcárt ábrázolja Erzsébet főhercegnővel, ugye, hogy a vári lakosság körében ott sétát tesznek. Egyedüli külföldi uralkodóként egyébként Ferdinánd Bolgárcár vett részt a koronázáson. Ez egyébként több okból is adódott. Egyrészt ezer kötődött az osztrák-magyar monarhiához, Ugye a gotai családból származott, birtokai voltak felső Magyarországon, és előtte, mielőtt bolgárcár lett, az osztrák-magyar hadseregben szolgált. És a koronázás napja. Direkt olyan képeket hoztam, amelyek valamennyire így az eseményt be tudják mutatni. Maga a koronázás napja az a város, egy ilyen borongós, ködös, szitáló, esős idő volt, és de már nyüzsgött kora hajnalban. Egyrészt a pesti oldalról mindenki igyekezett át a budai oldalra, följutni magába ugye a vár területére, és akkor történtek meg olyan megmosologtató események, hogy például zászlós urat vagy vármegyei tisztviselőket a vármegyei zászlóval a kocsiban a zászlót ugye nem fér bele a gépkocsiba kilógatták az egyik felét ott lobogott, a tisztviselő vagy alispán vagy éppen vitte, díszmagyarban pedig dohányzott bent a kocsiban. Vagy dohányzás ö, ö, Andrási eh, Katinka grófnő, ugye Károlyi szület, eh, született Andrási Katinka, leírja emlékirataiban az, hogy ők is úgy mennek föl a várba, hogy éppen ugye abban a, a, abba a hintóban valaki elkezd dohányozni. Ez a korszakban egyébként egy bevett dolog volt, Károlyról is eh, vannak ugye visszaemlékezések, hogy ő is eh, maga a, amúgy ugye rettentően hosszú szertartás alatt eh, dohányzott. A királyi pár magára, ugye a koronázásra, a palotából ezen a 18. századi díszhintón indult el, ebben ültek. Elől ment a koronázási menet élén az úgynevezett magyar herold, aki ugye díszöltözetben a kalpagja egyébként ma, ma is fennmaradt a tulajdonában, és ők adományozták a Nemzeti Múzeumnak. És amikor megérkezett a királyi pár a templomhoz, akkor ugye kiszálltak a díszintóból, egy baldahint tartottak a föléjük, bevonultak a Loreto-kápolnába, ott felkészültek magához a koronázáshoz, illetve az ünnepélyes bevonuláshoz. Itt is történt egyébként egy baki, hogy a horvát bán, akinek a koronázás a az, országalmát kellett volna vinnie, elkésett magáról a bevonulásról, és csak nagy nehézségek árán jutott be később a templomba. És így jutunk el magához a koronázásig, ugye helyet fognalnak, leülnek, elkezdődik a koronázási mise. Sajnos filmfelvétel úgy volt, hogy készül a koronázásról, a templom szószékében is helyezték a kamerát, de korabeli fényviszonyok miatt ez sajnos meg a korabeli technika miatt egyedül ez az egy használható felvétel maradt róla, ahogy ott a, a templom oltáránál Csernó Prímes olvas fel az uralkodónak. És itt tette le a templomban ugye az úgynevezett igazságosság és békésküjét Károly, és ezt a lapot tartotta a kezében. A magyar koronázásoknak az egyik sajátossága, hogy maga a szertartás sorozat ugye két részből áll. Áll egy világi, és egy egyházi részből, és az egyházi részben is ugyanúgy van eskütétel, csak azt ugye a nagy köztudatban ezt ugye nem szoktuk külön megemlíteni, vagy nem él úgy benne a tudatban. És Károly koronázás után következett Zita királynénak a koronázása, amit ugye ugyanúgy a Nádor és a hercegprímás végezte, hogy a szent koronával a vállát érintették, illetve a Veszprémi püspök pedig a házi koronával koronázta meg. És ekkor történt először a magyar történelemben az, hogy a király koronázáson a magyar himnusz hangzott el először, mert korábban ugye a énekelték, és Károly utasította ugye a rendezőséget, hogy ő viszont azt szeretné, hogy a koronázáson a magyar himnusz hangzon el. Ez is egyébként ugye egy gesztus volt a részéről. Akár csak egy olyan gesztus volt, hogy a koronázási szertartás alatt ugye Lisztnek a koronázási miséjét játszották, illetve a csak magyar előadó művészeket alkalmaztak ugye a zenei szolgálat alatt és ekkor kerül sor a koronázási szertartás után az arany sarkantyús vitézek avatására. Ez ugye a késő középkortól kezdve volt szokása a magyar király koronázásoknak, ezzel vette kezdeti tulajdonképpen ugye a világi része a szertartás sorozatnak. Korábban mindig más templomban tartották, Károly esetében ugye az időszűke miatt illetve, hogy anyagilag is ugye kijöjenek ebben a templomban, tehát a, ahol megkoronázták, ott tartják meg, a, ugye a közönség nagy része, a részfelők már kivonultak, ő pedig a, akkor 56, akik ugye frontszolgáltatott, teljesítő, válogatott vitézkatona, aranysarkönyvűs vitézé avat, egyébként voltak olyanok, akik el, el, elkéstek magáról a vitézi avatásról, és tehát gyakorlatban nem 50-et avatott vitézi. És maga a vitézi avatás után következett az eskü, amikor is ugye a szabad ég alatt az uralkodó esküdtet arra, hogy megvédi magát ugye az országot, illetve hogy jó királya lesz alatvalóinak. Ez ugye a Szent Háromság szobornál történt, láthatjuk magát. Itt is történik egy baki, hogy először fordítva tartják Csernoknak a papírt, amiről ugye fölolvasta az esküt. Miután ez ugye lezajlott, mindenki átvonul a következő helyszínre a koronázási dombhoz. Károly egyébként ezt a templom oldalában várta be, és akkor írták le, hogy dohányzott. Ez a korszakban, tehát megint, tehát ma próbálják azt ugye belekeverni sokan, hogy hát ez mekkora tisztelenség a Szent Koronával, meg ilyen. A korszakban ez teljesen általános dolog volt, elég, ha csak abba belegondolunk, hogy Magyarországon is a hivatalokban meddig dohányoztak az emberek nyugodtan. És itt egyébként az eskünek a sokszorosított másolata. Ott látszik. És akkor ugye elindul a koronázási menet. Itt a törvényhatóságoknak, ugye a vármegyéknek, városoknak a képviselőit a zászlókkal látjuk, mindenki ugye díszmagyarban. Itt Károly ahogy, amint mosolyog is, ugye a fején a Szent Koronával, vállán a palástal, és itt jegyezném meg ugye magát azt, hogy a korona, tehát maga az átmérője ugye rettentő nagy. Anyaghiány volt 1916-ban is, a bélésére való parafa, illetve olyan bélést, amit tudtak volna készíteni, vagy a Szabó a porfi kalapos cég készítette magát a bélést, de viszont itt is történt egy baki. Mivel a porfi cég 1867-ben is Ferenc József koronázás is elkészítette a bélést, időközben ketté vált. A családon belül történt egy ilyen dolog, és akkor ketté vált, de viszont a cég nevet megtartották és 1916-ban nem azt a, a, vonalat kérték fel a cégen belül, aki 1867-ben is csinálta, hanem a másikat. Igen, az igen, az igen. És maga a korona bélésere több monda is van. Például van egy a várban, a Mátyás templomban egy visszaemlékezés, Bári Dezsőnétől, hogy egy úgynevezett Szabó bácsi készítette el, aki a, egy cukrázda kirakatából vattát szedett össze. Hogy ez így volt-e vagy nem, ezt már nem tudjuk kideríteni. Minden esetre előtte ugye a Károly fejére többször föl kellett ugye magát a koronát próbálni, és ez a monda vagy vándormotívum, hogy a király fején megbillent a korona, ez mindig, tehát a korábbi koronázásokon is jelen volt. Károly esetében talán azzal is összefüggött, hogy egyrészt filmfelvétel is készült róla, nagyon sokan látták, de viszont most megint a készítőkre egy kicsit, hogy vázi megvédjem őket, vagy a felelősséget levegyem róluk, szíjat is készítettek, tehát a király fejére rá is volt szíjazva. És uh, itt uh, hoztam egy ilyen kis uh, üdvözlő lapot, amelyet később küldtek Károlynak. Egy olyan lány, aki részt vett a koronázáson, és leírja egyébként a levelében, hogy uh, amikor ugye bevonultak Károlyik, az milyen érzés volt, hogy előtte uh, elvonult így a királyi pár, és láthatta, és küldött nekik egy ilyen uh, négy négylevelű lóherét szerencseképpen, illetve magát így lefotóztatta, ugye, hogy Károly... Uh, uh, képe előtt ott imádkozik, és itt hívnám fel a figyelmet azokra a kis zászlócskákra, ami ott Károly Zita együtt szerepel ugye rajta, és így jutunk el magához, ugye a koronázási dombig. Károlyról tudjuk, hogy nem volt olyan jó lovas, mint Ferenc József, több próbát is kellett neki előtte tartani, de magát a cselekményt azt nagyon szépen véghez vitte, itt is a szimbólumokat kell látni, hogy merre vágták ugye az első kardvágást, az dél felé, hogy Szerbia, te, ugye a háború kirobbantója, hogy tőle kell ugye az országot megvédeni, és akkor még itt is ilyen aktuálpolitikai politikai dolgokat vittek bele, és egy olyan képet azt éppen nem hoztam, ahol ugye ott a itt a hadügyminisztérium épület látszódott, ezzel át ellenben ott lett volna a királyi palota, és ott magát az egész eseményt végignézte Zita és Otto is. És ekkor volt a tömegben egy pap, egy domonkos szerzetes, aki, akit már reggel fölvittek Zitához, hogy meggyóntassa, hogy németül tudott gyóntatni, és ő írta le azt, hogy amikor Károly ugye a palta felé vágott, föltekintett Zitára és Ottóra, és azt vette ki ebből a gesztusból, hogy kvázi azt kérdezi Zitától, hogy ugye jól csináltam-e, és amikor ennek a szerzetesnek később, az 1960-as években, volt alkalma Zitával találkozni. Ő megkérdezte, hogy ez valóban így volt-e, és Zita emlékezett, hogy ez igen így volt. Maga a kardvágás szertartása után a koronázásnak a nyilvános része lezárult. Ugye Károlyék, illetve a főrendek bevonultak a palotába a koronázási ebédre, a nézősereg, az előzőn az útvonalat, és erekéket gyűjtött. Ez a korábbi koronázásokon is így volt, hogy a posztot szétszakították, mindenkinek adtak egy-egy darabot belőle, Károly koronázásánál is így történt, itt ugye -egy, egy ünneplő tömeget a koronázási dombra felözönlőve, és ezek maradtak meg. A növényi dekorációból egy-egy darab, vagy a Országos Zsidó Levértár és Múzeum tulajdonában van ez a tulajdonképpen egy ilyen leveles gyűjtemény, a hölgy, aki részt vett a koronázáson, egy nagyobb textil darabot tudott szerezni, és ő ezt pedig a féltet kincseinek az őrzését szolgáló ilyen leveles album vagy könyvnek a kötésére használta fel de ilyenek is megmaradtak kis növény nemzeti színű szalaggal, és itt pedig az a szűnyeg darab látszódik, amely a templomból az esküemelvényhez vezetett és nemzeti színű volt. És ezt még idehoznám, hogy mik születtek még ekkor. Tehát itt már ugye a propaganda a különféle szerepek, azok már nagyon, tehát a modern propagandának az aspektusai is megjelennek, például koronázás napi bélyegzést is lehetett kérni, nagyon sok posta hivatalban Budapesten is így föladhatták, és akkor ilyen üzeneteket ugye küldhettek, az én szívemben te vagy koronázva, édes királyom, a te ugye, ilyen szerelmes üzenet. Ezzel szemben ugye a nép számára ők elvonultak, ezután a része ők. A palotában elkezdődött maga a koronázási diszebéd, ami szimbolikus volt. Azért volt szimbolikus, mert magán az ételkeket felszolgálták, de nem fogyasztottak belőle. Ne gondolja senki, hogy nem ettek előtte. Voltak több helyen így a kisebb szalonokban megterítve, és ott egy ilyen büféasztal, tetén svédasztalos kvázi fogadás volt. És akkor történt egy olyan esemény, hogy Frater Lorent, ugye Nóta énekes akkor képviselő volt, hogy mondták azt, hogy, hogy már vonuljanak a trónterembe a díszebédre, és ő mondta azt, hogy kell a fenének a szimbolikus ebéd, amikor itt ilyen jó tokait szolgálnak fel tehát valaki úgy hátul maradt. A maga az asztalnál való helyet ugye kik foglalták el, a koraügykortól kezdve az esztergomi érsek, a kalocsai a miniszterelnök, illetve a pápai nuncius is helyet foglalt. Itt az utolsó királykoronázáson nem ettek, csak ittak. Tehát amikor egymásra mondtak ugye éjjenzést az uralkodó a nemzetre, a nemzet nevében pedig vagy a miniszterelnök, vagy a primást az, ugye az uralkodóra. Itt, ahogy ugye szolgálják fel nekik, és itt vannak maguk az étkek. Ezeket az étkeket egyébként úgy nevezték el, ilyen PR fogásszerűen, hogy koronázási étkek, koronázási sonka trónörökös kosár, meg hasonlók. Ezeket az étkeket károik nem fogyasztottak belőle, egy az egyben megfogták, és a budapesti kórházakba vitték, a sebesült katonák fogyasztották el őket. És ezután történt az, hogy átadták a koronázási ajándékokat magának ugye a díszebét után, és itt szándékosan nem azt az ajándékot hoztam, ugye két ládába adtak át a nemzet nevében aranyakat, amit már egyébként a koronázás szertartása előtt át kellett volna adni, de mivel időre nem készültek el, így csak a koronázás szertartása után adták át. És így a magyar nemzet nevében történt egy olyan felajánlás is, Brassó városa, illetve a Vármegye fölajánlotta a Törcsvári kastélyt Károlynak, amiről ment így a húzavon, hogy elvállalják, ne vállalják, egyszerűen azért, mert a városnak már annyi a fenntartása már elég sokba került, és szabadulni akartak tőle és nem tudták, hogy most mit csináljanak Károlyék, végül úgy döntöttek, hogy elvállalják és elfogadták. És itt hoznék így zárásképpen egy idézetet, a Társaság című lapból, ez egy konzervatív felsőosztálybeli lap volt, mert érzék kell ahhoz is, hogy értékelni tudja valaki hamisítatlan nagyszerűségét annak a leírhatatlanul szép magyar ünnepnek, amit koronázásnak hívnak. Rajtunk kívül csak Anglia tudta volna élvezni ezt a szép napot, mint hol megvan a ragaszkodás a módszokásai, hagyományai iránt. És itt történik ugye az a dolog, hogy lezajlik az esemény, és este az uralkodó pár elhagyja a várost, ami a résztvevőkben ugye eléggé egy ilyen rossz hagyott. Mik pedig volt olyan főnemes, aki például hiányolt az, hogy nincs ünnepi előadás, nincsen bál, tehát szerettek volna egy kiszakadni. És itt mondhatjuk azt meg, amikor az egyik magyar titkára ugye a vonaton megjegyezte Károlnak azt, hogy hát miért kellett ilyen hamar eljönni, hát miért nem ünnepeltek még egy kicsit. Mit, és Károly erre azt fele, mit akartak volna, várja meg, mert még leszedik a zászlókat? Háború van. Talán Károly volt az, aki tudta ennek az eseménynek a fontosságát, de ő reálisan látta is, hogy éppen 1916-ban mi van, és háború közepette volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Nagyon szépen köszönjük Macó Ferencnek is az előadást. A következő rendezvényünk a Budapest 150 rendezvénysorozatba illeszkedik majd. Április 7-én Török András Művelődés Történész tart előadást, melynek címe a két háború közötti Budapest egy ügyvéd fotográfus képein. Egy fotóanyag, amely a Fortepán Torkának adt. Kövessék Facebook oldalunkat, hallgassák vissza előadásainkat podcast csatornánkon, illetve nézzék vissza a YouTube-on. Köszönjük szépen a figyelmet!